Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Milyen lesz az új színház? Új ember már van, vagy új emberek lesznek a vezetőségben? Azt tudjuk, Dörner György és Csurka István, és mától azt is tudhatjuk, hogy mi volt a nyertes pályázatuk. Ami igazából nem nyertes, mert hogy a szakmai zsűri 6-2 arányban Márta István szerette volna továbbra is az igazgatói poszton. A 6-2 arány az úgy jön össze, hogy 6 szakmából választott ember, és 2 közül az egyik a fővárosi önkormányzat képviselője, a másik pedig a Nemzeti Erőforrás Minisztérium képviselője volt. Szóval, hogy így szavaztak, de ezt nem kötelező figyelembe vennie a főpolgármesternek, aki a választások óta ő dönthet az ilyen kinevezésekről, korábban egyébként a Kulturális Bizottság. Szóval milyen színház lesz az új színház? Ungvári Tamás a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm! Nem tudom, hogy milyen színház az új színház, nem biztos, hogy színház lesz. Mert a pályázatot, amelyet most nem lehet olvasni hosszú ideig az interneten, mert valakik meghekkelték azt a websájtot, ahol ez a pályázat megjelent. Megjegyzem, aki ügyes, okos, az gyorsan kinyomtatja, és akkor jöhetnek a hekkerek, akkor is megvan, igen. Aki ügyes, okos, mint mi ketten, azok igen, Természetesen olvasták. Azt sem tudom, ez legális-e, hogy olvastuk, minden esetre én elolvastam. Nem nagyon örülök annak, amit olvastam, és nem tudom belőle, milyen lesz az új színház, de nem arról szól, hogy milyen színház lesz. Színházak vannak, sok jó színház van Budapesten. Ha egyik színház elesik, még ott van a másik. De ami történt, az ijesztő. Először is fejtsük meg ezt a szavazást, amiben fölkértek egy bizottságot, és a szakma az a Márta István pályázatát támogatta, de ketten már előre tudták, hogy ki fog nyerni, mert hiszen azért támogatták Dörner Györgyöt, hiszen őket küldte a hivatalosság. Ha nem a hivatalosság rászavaz valakire, akkor biztos, hogy nyerni fog. Tehát eleve, bocsánatot kérek, ha így mondjam, majmot csináltak azokból, például Asher Tamásból, a Színház és Filmművészeti Egyetem rektorából, és a Bárka Színház vezető, és Kovács Adél egész kiváló színészőből, tehát előre tudták, hogy mi lesz az eredmény. Ez szomorú. De még egyszer mondom, hogy nem színházról szól. Gondolja, igen, mondja. Csak egy mondat a szakmai bizottság, bíráló bizottság szerepéről. Én nagyon várom azt a pillanatot, hogy közülük ki fog megszólalni. Azt gondolom, hogy mélységes elkeseredés lehet most, és nem a személyek miatt, tehát ez, az ő esetükben nem kell, hogy Dörner György vagy Csurka Istvánról szóljon a történet, nem. Ők nagyon komoly, rangos szakemberek, nagyon sok mindent tettek már le a szakmájuk terén az asztalra, nem véletlenül vannak ebben a bizottságban, és ezek szerint teljesen bábként használták őket, hiszen 6-2 arányban leszavazni a szakmai döntést, az bizony egy nagyon csúnya dolog. Nem hiszem, hogy ők meg fognak szólalni, bár Asher Tamás nyilatkozott, nekem az langyos nyilatkozat volt, nem úgy kérte ki magának, mint ahogy mint ahogy sérelem történt, de ők a mellékszereplőjének a történetnek, mert ez a bizottságosdi, ez mindig manipulálható, nem is biztos, hogy igazuk van, nem a bizottságok döntik el csak, hanem a nagyobbik baj az, hogy ez nem erről, nem színházról szól, hanem abban a bizonyos pályázatban, amelyet szerkesztő asszony is olvasott, én is olvastam, ez a pályázat egy elég gyarló pályázat, ezt mondta Asher Tamás is, hogy nem teljesen merítette ki azt, amit kellett volna, de ráadásul ebben a pályázatban hasból vannak föltéve a dolgok, de ideológiai a pályázat. Ő azt mondja a pályázat, egy ilyen gyermetek 15 oldalas, nem is tudom micsoda, ezt ha elolvasták a fővárosnál, akkor azt kell mondanom, hogy valami nagyon nagy baj van az ő értelmezési képességükkel. Mert ebben a pályázatban csak ideológia van, hogy megváltoztatjuk a színház nevét, mert az új az eleve valami pozitívumot jelent, utána még azt is mondják, hogy háttér színháznak fogjuk nevezni, miért, mert Magyarországon a magyarság háttérbe került, és ez egy ideológiai poszt, amit el fogunk foglalni, és innen kezdve el fogjuk kezdeni visszafoglalni a magyarságnak ezt az országot. Gyakorlatilag a színház mint olyan, mint a művészet temploma, tehát az a legkevesebb, sőt, arról az szó, nincs. De arról nincs, de van egy szó, ugye, hogy Gyurcsány Ferenc mondta maga is, hogy Gyurcsány Ferencről fognak pályázatot, drámát rendelni, ugyanúgy, ahogy Kerényi úr, a mostani intellektuális főcsővezető, vagy nem tudom mi a posztja, államtitkár, vagy csak önkéntes tűzoltó. Nem, őt a miniszterelnök, amiről én tudok, az alkotmány, vagy az alaptörvény asztala kapcsán, tehát, hogy ennek
koordinálására a miniszterelnök felkérte, de ehhez nem biztos, hogy kapott előre egy... a Kerényi úton, ugye, mert ő is rendelni fog majd különböző történelmi festményeket, és a Csurkáik pedig fognak rendelni Gyurcsányról, meg a mai politikai életről drámákat. Ez egy politikai színház kíván majd lenni, és vidékről fogják fölhozni autóbuszon a eddig negligált jobboldali közösséget. Szóval a dologban az az elképesztő, ami az ideológia. Na most én szerintem még csak nem is Dörner a főszereplő, hanem mi a főszereplők. Itt valakinek nagy szívességet tettek. Méghozzá nem a Fidesznek. A Orbán Viktor politikai pályájának egyik csillagos pillanata, hogy Csurkát karanténba tette, ami annyit jelent, hogy egy cordon sanitaire, egy egészségügyi korlát mögé, mert legyőzte, és a jobb oldalt úgy szervezte meg, hogy abból Csurka és a miép kimaradt. Most jelen pillanatban ezt a Csurka Istvánt, akit Antal József száműzött a politikából, és Orbán Viktor pedig Antal József örökségét nyíltan felvállalja, azt az Orbán Viktort ezzel a döntéssel nem kellemes helyzetbe hozták. Én azt hiszem, hogy Tarlós főpolgármester úr nagyon rosszul értelmezi a Fidesz intellektuális vagy értelmiségi politikát, mert ezzel bosszantani akarta azt hiszem a saját táborát. És ha végig gondolja, hogy jelen pillanatban a főpolgármester úr sok bajba van, mert hiszen a kórházak úgynevezett államosításában ő a fővárosnak egy elképzelt pozícióját védi. Meg lásd BKV, meg lásd Tóri, és a BKV, villamosbeszerzés. Szóval itt most jelen pillanatban másfél év alatt a főpolgármester úr átkeresztelte egész Magyarországot, a háttérországot egy kicsit előtérbe hozta, és én nem hiszem, hogy ez az ideológia megfelel annak a konzervatív tábornak, amelyet a főpolgármester úrnak képviselnie kellene, és ezzel a döntésével nagyon-nagyon nagy kárt okozott a saját táborának. Én olvastam a hvg.hu-n egy másik elméletet is. Igen, most elméleteket gyártunk, mert nem tudjuk, hogy mi történt, csak csodálkozunk tágra nyílt szemekkel, hogy itt háttérben igazából Fideszen belüli belharc lehet, ebbe akár illeszkedhet az ön elmélete is, de ők nem Tarlós István és nem BKV és Tróli, meg nem tudom milyen beszerzésekhez nyúlnak vissza, vagy találnak vissza az okok között, hanem Eperjes Károly meghiúsult győri pályázatához, mert hogy Márta István állítólag Szikora Jánosra támaszkodott volna művészetben, vezetőként, és Szikora János meg vitába keveredett ott a győri esetben Eperjes Károlyjal. Nem maragszik, ez túl egyszerű. Igen? Először is nem biztos, hogy növendéke volt Eperjes Károly, és mondhatnám, hogy nagyon jó viszonyban voltunk, mint hogy Dörner Györgyel is. Tehát ezeket az urakat én ismerem, de nincs ekkora hatalmuk. Az Eperjes Károlyra nem nyílnak ki azok az ajtók, amelyet föltételeznek, és szegény Szami, ahogy nevezik, a Szamóca, hát most eléggé különös pofonok utána, és nem hiszem, hogy ilyen kicsinyes lenne. Ez sokkal nagyobb ügy annál, mint hogy ilyen kicsinyes dolgok lennének. Ez a fővárosi kulturális politika harca a saját pártjának konzervatív táborával szemben. Mert Csurka Istvánt visszavezetni, és piedesztára emelni, és adni neki egy politikai pozíciót, azt nem hiszem, hogy kedvező lenne annak a jobboldalnak, amely miből áll a jobboldal, az, hogy milyen határokat szab a szélső jobbal szemben. És a miép az nem ennek a konzervatív tábornak a kedvence, mert ezt a miépet éppen ez a politika győzte le és marginalizálta. És ennek ellenére tenni nem jó. Szótévesztés volt, vagy szándékosan mondta, hogy Csurka Istvánt visszahelyezni a politika terébe, vagy színpadára? Tehát most semmi köze nem lesz Csurka Istvánnak a színi igazgatáshoz, még ha nem is ő az igazgató, tehát hogy ez politikai szerep lesz? Hát természetesen politikai szerep. Hát politikai szerep, mert ez az ideológiája a pályának. A pályázat azt mondja, hogy visszafoglaljuk Magyarországot. Miért? A Magyarországon az idegenek uralkodnak, Magyarországot tönkretették a nem tudom kicsodák, a nemzetköziek, ezek azok. Most visszafoglaljuk. Mondom én, hogy kicsodák a pályázatból. A liberálisok, a pesti vicchullám, pénzcsinálás és újabban a szórakoztató liberális állam, sokszor a bordélyházak szintjére süllyedt csomópontjai ellen indítja meg a visszafoglalást. Édesem, Olgám, most maga idézte azt, amit én próbáltam mondani, hogy kiderült, hogy a mi Fidesz államunk az egy liberális állam, és a pesti viccekből él, na majd megmutatjuk ennek a Fidesznek. Ez nem
a pestiek ellen szól, ez a saját tábornak a froclizása, hogy egy ilyen hétköznapi szót, és ez benne van a mostani fővárosi kultúra és politikában, és nem tudom, hogy miért csinálják, azt hiszem, hogy nem a kultúráról van szó, hanem ez egy politikai, maga is mondta nagyon jól, egy politikai, nem tudom én, harc, de nem érdemes ezt a harcot csinálni, mert aki ismeri egy nagyon csöppet a Fideszt, vagy egy kicsit ismeri Orbán Viktor politikai természetét, nem a személyes természetét, az nagyon jól tudja, hogy ő neki a politikai felfogása az egységben van. És ezt az egységet nem hiszem, hogy örülne, hogyha megbontják, és nem hiszem, hogy az ő kormánya, vagy akár a Nemzeti Erőforrás Minisztérium örülne ennek, és csodálkozom, a Nemzeti Erőforrás Minisztériumából egy küldött a másik pályázatot, a nem a szakmai bizottság által favorizált pályázatra szavazott, mert ebben azért csúnya dolog, ez nem jó. És hogyha ebből egy ilyen magát igaz magyar, a magyarságot méltó helyére emelő, az igazi magyar kultúrát hirdető, de egy kicsit light szélső jobbos valami lesz az előadásokból, bár nem tudom, hogy hogyan, majd biztos kitalálják ők, hogy hogyan lehet ezt belecsempészni, akkor ez nem lehet, hogy mégiscsak kedves szerint való mondjuk a Fidesznek. Nem lehet. Ne becsüljük alá. Tudja, mire gondolok, ha tényleg drámát írnak Gyurcsányról, azon lehet, hogy egyébként a Fidesz vezérkar mosolyog egy jót, hogy na, legalább a felszínen de tartjuk, Olga, és lehet frosszízni. Már föl, hogy harmadik Richard rendelt egy darabot Shakespeare-nél, ez nem így működik. Egy darabnak az elkészült ez egy év, másfél év, amíg bemutatják, az két év. Ha meg összecsapott fércmű, akkor nagyon nagy baj van de vele. De hát, hogy már kész is van. Ez... De kérem szépen, hát a Gyurcsány per előtt nem írnak Gyurcsányra darabot, addig írnak ilyen középfajú vígjátékot, mint hogy Csurka írt egész életében. Kedves Tamás, nem gondolja, hogy vannak, akik már elképzelték a per lefolyását, és már tudják, hogy a képzeletben tudják, hogy hogyan történt, és már megálmodták azt is, hogy mi lett a vége? Kérem szépen, én nagyon jó írónak tartom magam, mert nem vagyok Shakespeare, tehát nem tudom, hogy mikor indul meg a Dunsinane-i erdő, nem tudom, hogy melyik befejezést fogjuk használni a Macbethből, vagy a Lear királyból, nem tudom miért. Én azt tudom, hogy az új színház az elesett, mint színház, mert politikai centrummá akarják tenni. Azt is tudom, hogy a konzervatív gondolkodás, aminek nagyon kiváló képviselői vannak a jobb oldalon, vagy jobb oldal centrumában, azoknak ez nem tetszhet. Mert amellett még egyet szeretnék mondani, hát itt van egy nagy kommunizmus elleni küzdelem, és azért Csurka István, mindenki tudja, hogy ő aláírt a 3x3-as ügyosztálynak, bár azt mondja, hogy ő nem jelentett. De maga tényleg azt gondolja, hogy a Fidesz konzervatív magjának, a Battyány professzorok körének az az álma, hogy valaki, aki 3x3-as volt, üljön be egy pesti színházba főtanácsadónak, nem hiszem. Gondolom. De nem ön pedig azt gondolja, hogy azok az emberek, akiknek ez nem volt álma, hogy ez megtörténjen, azok majd most mernek hangosan és nyilvánosan szólni? Nem kell hangosan és nyilvánosan szólni. Minden író és minden politikai mozgalom önmagát teheti tönkre első, nem a kritikusai. Azért gondolj el, amikor ez úgy néz ki, hogy politikailag dilettáns és dilentáns színházilag társulat a közönség elé lép. És akkor az első a botrány kíváncsisága után, a harmadik előadáson a busszal fölhozott nénikék fogják nézni a Gyurcsány darabot. Tehát ilyen lázálmokat azért ne képzeljünk magunk elé. Egyébként, ha belegondolok, vagy gondoljon bele ő is most velem együtt, megnézne egy Gyurcsányról, vagy Orbánról, vagy nem tudom, Veres Jánosról, Varga Mihályról, Pokorni Zoltánról, vagy... készült drámát, tehát hogy miért? Hát én ezt is megnézném, mert nem eléggé edzett vagyok ebben a tárgyban, csak ennek semmifajta se politikai, se erkölcsi szükség nincs. Azért maga nagyon jó én mondta. Én azért itt elég nagy sokkot kapok, tehát én nem nézném meg, igen. Jó, de hát én azért gondolja meg, hogy egy ilyen kulturális döntés mögött föl kell derengenie valami erkölcsiségnek, mert hiszen a kultúra erkölcsről szól, azért csináljuk az egészet. És akik ebben a pályázatban részt vettek, és ezt az eredményt hozták ki, azonnak el kell gondolkodniuk azon, hogy milyen iránymutatást adtak. És ez nem a kulturális fejlődés fő irányvonala, mert ez nem nincs tekintet arra a hatalmas botrányra, amit annak idején Antal József csinált, hogy
publicisek megmondták, hogy kérem szépen a csurka gondolkodás a náci alapvetésű, és akik a Magyar Fórumot olvassák, azok tudják, hogy ez a Fidesz egyik legnagyobb kritikusa. Na most nem értem, hogy a Fideszt jobb oldalról permanensen támad, az, hogy a zsidókat támadjam, és azok most nincsenek hatalmon, kivéve ma este, akkor az engesztelés napja van, de hogyan? Tehát az egész dolognak a politikai botrány szaga nem tetszik nekem, mert a színháznak semmi köze nincs, ez csak színházi épületben zajlik. Hát a társulatot legalábbis a pályázatban az van, hogy szeretné megtartani, majd kibővíteni. Hát elképzelni se tudom, hogy nekik most az ottani színészeknek mi járhat a fejükben, hogy mi vár rájuk. Tehát hogy kell majd nagyon magyarul játszani, nem tudom, az ember tragédiáját. Na de kérem szépen, említette a HVG, tehát ott a Tóta V. Árpád azt mondta, hogy kérem, hát nem bolondot keresnek a színházak élére, meg nem akarnak cirkuszt csinálni, mit csinálnak? A társulatnak sajnos, a társulat mindig kiszolgáltatott, és a társulat az nem tud mit csinálni, hát ugye a társulatban ott van Eperes Károly is, tehát azt nem értem, hogy az Eperes Károly ezt a vezetést húzta magára. Hát ezek egy pillanat alatt megpróbálják őt kiszekálni, akármilyen jó barátok. Miért? Mert azért az emberekben van egy művészi becsület, és nem fogják eljátszani, még ha éhen halnak, akkor se fogják eljátszani a politikai macska jajt a Gyurcsány ürügyén. Az emberekben föl kell tételeznünk, hogy van bennük egy elragadtatott elkötelezettség a kultúra iránt. Mi vagyunk az igaz magyarok, hogy ezt a kultúrát szolgáljuk azért, mert őszintén hiszünk a Balassitól máig terjedő hatalmas vonalban, és a mai kormányzat megpróbálja sok helyen megóvni ezt a kultúrát. A Balassi Intézetben az új külföldi igazgató kinevezésében, tehát nem egységes a dolog, holott az egység nevében történik. És még egy dolog, a konzervatívus egy dolog jellemzi, hogy határokat vonna. Most a mai Népszavában például azt olvastam, hogy akinek a Fidesz a felesége, annak a szeretője a Jobbik. Ha ez igaz, nagy baj van, de nem így van. Nem igaz, mert ez nem igaz. Ezt olvastam, tehát a határokat ki kell jelölni, hogy meddig lehet elmenni a szélső jobb támogatásába. Ez pedig egy közönséges provokáció. Azt nem tudom, hogy miért van a fejekben, és ezt nem is fogjuk megfejteni, akárhány óráig ülünk itt. Miért van a fejekben az, mert az elmúlt években ezt már nagyon sokszor láttuk ennek tanújelét különböző helyeken és szintereken, hogy ami igaz magyar, annak kell, okvetlenül kell gyűlölködnie. Tehát, hogy ez a színház a pályázatot elolvasva, majd úgy lesz végre az igazi magyar, csupa nagybetűvel magyar szellemi műhely, hogy végre kiűzi innen a liberálisokat, és akik itten elhatalmasodtak, és nincsen igazi kultúra ebben a városban, ebben az országban, majd mi leszünk. Tehát, hogy miért gondoljátok, hogyha valaki akar egy jót, mert legyen egy nagyon jó, igaz magyar színház, de attól miért kell azonnal gyűlölni, ami eddig volt, lenézni, megsemmisíteni? Miért kapcsolódik ez a kettő össze a fejekben? Nem értem. Évek óta nem De értem. Az igaz magyar az nem gyűlölködik. Itt lehet meg, innen lehet meghatározni az igaz magyar. Ami ebben a pályázatban is, meg ebben a gondolkodásban benne, az úgy hívják szaknyelven, hogy gesunkenes Kulturgut, lesüllyedt kulturális javak. A két világháború közötti rossz ideológiák, ami második világháborúhoz vezetett, és rengeteg magyar és rengeteg zsidó pusztulásához, ezt az ideológiát fölmelegíteni és erre szavazatot adni, ezt nem értem én. Hogy aztán a színházban mi van? Ez innen kezdve közömbös, itt egy hatalmas botrány történt, és ami ennek az utóélete már majdnem mindegy lesz, mert ez villámcsapásként érte az embereket, és azt hiszem, hogy nagyon sokakat. És hát nem véletlen, hogy a pályázatot mondjuk megpróbálták letörölni az internetről. Miért? Ez egy gyalázatos pályázat. Mi lehet ennek A, B, C vagy akárhány betű a következménye ön szerint? Tehát politikai szempontból, hogyha valóban ez egy revans vagy betartás volt, politikai betartás a főváros vezetése részéről a Fidesznek, akkor erre mi lehet a válaszlépés? Tehát nem tudom, hogy milyen forgatókönyvek. Hát nem fogják kiadni azt, ami nyilvánosság elé nem fogják tárni,
hogy ez két különböző áramlat, vagy két különböző idő, az fontosabb, két különböző felfogása a világnak, ezt nem fogja kiadni, hogy következményei előbb-utóbb lesznek, abban bizonyos vagyok. Nem hiszem, hogy a konzervatív többség, mert van egy többség, konzervatív többség, az ilyen típusú gesztusokat honorálja. Következménye nem biztos, hogy lesz, de előbb-utóbb ez a tej megsavanyodik, előbb-utóbb ezt a húslevest ki kell dobni, előbb-utóbb penészes lesz a lekvár, tehát hosszú távon ez a típusú politika, kulturális politika nem folytatható, hogy aztán a jóisten mikor csap oda, azt nem tudjuk, de hogy ez nem fog elmaradni, abban én egészen bizonyos vagyok. Jobboldali, baloldali, liberális, teljesen mindegy milyen érzelmű, azt a képet rakja össze most mindenki magába, hogy Csokonai, Vörös Marti, és még sorolhatnánk, és Gyurcsány Ferencről egy dráma. Tehát, hogy jön ez ide? Most akkor igaz hát nagy... Már magam a kérdésében benne van a válasz, ez a Csokonai, ez csak úgy jött oda, hogy jaj, de jól hangzik ez a Csokonai, mint a Csokonai rokonai, és a többiek, kérem szépen, a bukaresti, csukaresti, a Csokonai rokonai, ezek viccek. Ezek neveket soroltak föl, maga a műsorterv is egy vicc, az megnyugtató, hogy Csurkának két drámája szerepel az első évben. És hát nagy örömmel fogjuk nézni, az Írószövetség című drámát is bemutatják. Ki az ördögöt érdekli? Botrány az Írószövetségben történetről. Hát erre nem tudok mit mondani, de semmi baj, a Csurkát most éppen játsszák egy budai színházban, viszonylagos siker, semmi baj a Csurka, mint drámaíró szerepe, mint ideológus, tessék szóval szerint hazamenni. Szellemi egyben tartó. Azt hát az ideológusnak hívják, ugye Napóleon kitalálta ezt az ideológia szót, hát akkor már használjuk mi is. It's not going to happen, ez nem történhet meg, még ha idegen nyelven mondom is, és akkor azt fogják mondani, hogy nem magyarul beszélek, de igen, magyarul beszélek, magyar tanár a foglalkozásom, és kikérem magamnak, hogy visszaélnek ezzel a szóval, hogy magyar. Nem történhet meg, megtörtént. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.